Minden jegy elkelt az Orosházi Színházi Esték második előadására, a Mágnás Miskára. Az operett komédiát a Pannonvár Színház előadásában láthatták az érdeklődők március 11-én. Remek hangulat, ismert dallamok, nevetés. Így lehet jellemezni a hétfő esti előadást, amelyre több mint 400 érdeklődő váltott jegyet. Az Orosházi Színházi Esték tavaszi bérletének második előadása előtt vagyunk, amely a Mágnás Miska és a Pannonvár Színházat láttuk most vendégül. Azért választottunk egy operettet is a bérletbe, mert régebben ilyen operettgálák, egyéb ajánlatok közül válogattunk, de úgy gondoltuk, hogy azok nem voltak annyira színvonalasak, és ezért inkább egy komplett operettet választottunk. A Mágnás Miska az egyik legismertebb szerzeménye az operettvilágnak, sokan szeretik is a darabot. Az a különlegesség ennek a darabnak, hogyha ugye megnézzük az operetteket, ott mindig általában a Bon Vivant a főszereplő, mellette a primadonna, és akkor van egy táncos komikus szubrett párosítás, akik csak bejönnek ebbe, mint segítők, vagy akármi, és hát ugye ők viszik a vicces vonalát a dolognak. Ez most itt egy fordított dolog, hiszen itt a középpontban a táncos komikus és a szubrettel, és ebbe érkezik meg még segítségként a Bon Vivant és a primadonna kettőse, úgyhogy itt egy kicsit eltolódnak a hangsúlyok, és ettől inkább, hát ez kifejezetten egy erős vígjátéki vonalat is érzékeltet. A közel két órás zenés táncos előadáson mindenki jól szórakozott. Az Orosházi Színházi Esték keretein belül legközelebb a Pletykafészek című bohózatot láthatják az érdeklődők a Veresegy Színház előadásában április 4-én. Keves!